tökéletesen sikerült az ősz, hiszen a többi csoportot is figyelembe véve a Békés Csaba teljesített legjobban a harmadosztályban. Mi lehet szerinted a fő összetevője ennek a dolognak? Kérdezhetem úgy is, hogy mi a sikertitka? Hát szezon előtt azt gondolom, elfogadtuk ezt az eredményt, bár mindenki azt mondja, és ezzel nem értek egyet, hogy ez a csoport a leggyengébb. Én szerintem ez a csoport ugyan erős, mint az összes többi. Annak külön örülünk, hogy azért ennyi győzelmünk van. Azt nyáron elmondtam, hogy nagyon nehéz megtanulni nyerni, de meg fogunk tanulni, és ez hál' Istennek sikerült. Ez a 15 győzelem annak köszönhető talán, hogy elfogadták azt, amit kérünk tőlük. Az a heti érzésekben nagyon jól láttak bele, nagyon motiváltak voltak, bár mérkőzéseken ez nem mindig jött ki, nem is a motiváció, inkább valami görcs, vagy valami olyan van a fejekben még mindig, amit a tavaszi szezon folyamán ki kell küszöbölnünk. Egy ilyen őszi szezon után lehet bármiben is hiányérzete egy vezetőedzőnek? Minden meccs után elmondtam, hogy az eredménnyel nagyjából elégedett voltam mindig, de azt is hozzátettem, hogy nagyon sok helyzetet dolgozunk ki, és nagyon sokat hagyunk ki, úgyhogy ezen mindenképpen kell majd változtatnunk, ez a hiányérzetem azért meg lehet. Hát illetve mi lehetne még, talán az, hogy kevés a nézőnk, ez bízom benne, hogy ez tavasszal ez is megváltozik, meg az is megváltozik, hogy a játékunk is azért pontosabb lesz, és talán nézőcsalogatóbb. A szurkolók a győzelmeken kívül sok gólt is láthattak, hiszen az egész NB3-os mezőnyben mi találtunk be a legtöbbször. Jól látható, hogy ezért azért a nyári felkészülés alatt elég sok mindent tettetek. A célunk eleve az volt, hogy hozzunk olyan támadókat vagy olyan középpályásokat, akiben van gól. Ezt talán azt gondolom, hogy sikerült. Jött a Volent, jött a Pintér, jött a Sármány, aki az előző szezonban a csoport gól királya volt, illetve maradt a Zádori. Tehát van azért olyan játékosunk az IS Tomi, aki mondjuk most kevesebbet rúgott, de szerintem benne is benne van a gól, illetve a Geiger, aki tudja szervezni ezt a játékot, hogy támadó futballt játszunk. Tehát azért azok az emberek megvannak, akikben van gól, akikben benne van a győzelem lehetősége. Nézzünk egy kicsit a jövőbe. Egy ilyen ősz után nyilván mindenkit az érdekel, hogy miként tudjuk majd megnyerni a bajnokságot, az osztályozókat, hogy visszajussunk a másodosztályba. Mik a lehetőségek és az opciók erre? Mikor nyáron nekivágtunk a szezonnak, akkor is azt mondtuk, hogy mindenképpen meg szeretnénk nyerni a bajnokságot. Erre most jól állunk, hiszen 7 pont az előnyünk, ezt meg szeretnénk tartani, ha lehet, akkor még növelni is. Úgyhogy mindenképpen a tavaszi szezonban is az lesz a fő célunk, hogy győzelemre játszunk, gólokat rúgjunk. Ehhez megfelelő erősítéseket megpróbálunk már télen eszközölni, hiszen látjuk a hibáinkat. Az mellett, hogy sok gólt rúgtunk, azért néha-néha kaptunk olyat, ami nem illik bele a képbe. Illetve vannak olyan posztok, amire szeretnénk erősíteni, ennek a lépéseit megtettük, talán hamarosan már lesz is bejelentés. A mai nappal befejeződnek a foglalkozások, és mindenki szabadságot kap. Hogy telnek majd az ünnepek számodra, a családod számára, és üzensz-e valamit a szurkolóknak? Hát igen, ma elkezdjük a pihenőt, ma még van egy közös foglalkozásunk, utána január 8-áig pihenünk. Karácsony úgy telik, vagy az ünnep úgy telik, vagy a pihenő úgy telik, hogy a feleségem még dolgozik 20-áig, hiszen ő azért munkába állt, nyáron ő is, úgyhogy addig még vagyunk, illetve hát a család egyik fele Győrben van, másik fele Székesfehérváron van, mi itt vagyunk, úgyhogy ez a futballista élet, vagy az edző élet, ez ilyen volt, világéletünkben ezt csináltuk, úgyhogy valószínű, hogy a karácsony az Győrben lesz a fiaméknál, a szilveszter pedig egy baráti körrel szoktunk elmenni minden évben egy-egy ilyen közös programma keretében, akár egy wellnessbe, akár egy olyan kirándulós helyre, aztán ez most is így fog telni, úgyhogy remélem, hogy jó lesz a január 8-ai kezdésig ki lehet pihenni magunkat. A szurkolóknak azt üzenném, hogy bízzanak bennünk, nagyon szeretném azt, hogyha tavasszal még többen lennének a mérkőzéseinken, elhinnék azt, hogy amit nyáron ígértünk, hogy szeretnénk felkerülni, az teljesíteni szeretnénk, és teljesíteni is fogjuk. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy kilátogatnak nagyon sokan tavasszal, és remélem, hogy közösen tudunk ünnepelni egy feljutást. Sikeresen szerepelt a csapat, és a mérkőzéseken kívül azért sok olyan dolog is van, amelyet a szurkolók nem látnak, hiszen jelentős munka folyik a háttérben is. Milyennek értékeled a stáb és a csapatot körülvevő személyzet őszi ténykedését? Ha nagyon röviden kellene fogalmazni, akkor teljesen maximálisan elégedettek vagyunk, de egy kicsit a részletekbe, ha belemegyünk, akkor minden hét elejét, ami általában kedd, illetve a felkészülésen hétfő volt,
és stábértekezlettel kezdjük, ahol a nem csak a szakmai stáb, hanem a csapatot körülvevő minden olyan ember jelen van, aki segíti a munkánkat. Ilyenkor megbeszéljük a heti munkát, megbeszéljük a sérülteket, megbeszéljük, hogy milyen egyéb olyan tevékenység vár a csapatra, az edzéseken kívül foglalkoznunk kell. A napi munkánk pedig úgy néz ki, ugyancsak egy értekezlettel kezdődik 8:30-kor, hogy azt tudni kell, hogy a játékosok folyamatosan visszajelzéseket küldenek saját magukra, egy wellness kérdőív segítségével. Reggel azzal kezdünk, hogy megnézzük a wellness kérdőívet, hogy néznek ki a játékosok, hogy aludtak, milyen, mennyire stresszesek, és ennek megfelelően állítjuk össze a napi munkánkat. A sikeres szereplés nem egyszer felkeltette az országos sajtó érdeklődését is. Miként élte meg ezt a csapat? Hát nagyon örülünk neki, főleg annak ismeretében, hogy azért nyáron volt egy osztályváltás negatív irányban. Nem azzal foglalkoztunk, hogy az országos sajtóba bekerüljünk, reméljük, hogy nyáron majd nagyobb visszhangot tudunk elérni. De természetesen, amikor nyertük a mérkőzéseket bajnokiról bajnokira, akkor az elmondható, hogy azért sok embernek felkeltette az érdeklődését, és végignézve az NB-s osztályok bajnokságait, mi vagyunk egyedülként egy olyan csapat, aki idegenben 100%-os teljesítményt tudott elérni. Ráadásul volt egy olyan sorozat az elején, hogy 10 mérkőzésen keresztül tudtunk győzni. Azért legyen bármilyen osztályról szó, ez azért nem olyan rossz teljesítmény. Hát mi örültünk neki, mondom, hogy egyszer nem terveztük, mindig meccsről-meccsről nézzük előre a lehetőségeinket, de természetesen az élevés közben jön meg az étvágy. Sajnáljuk, hogy a hazai SMTK-elni rangadót elveszítettük, vagy pont itt veszítettük a veretlenségünket. De ilyen a futball, ilyen a sport, abból is fel tudtunk állni. Még egy kicsit utána nyugvénylős is volt a hátralévő hétforduló, de a 7 pont előnyünk az egy stabil pihenőre tud minket küldeni. Hogy látod, kell a célok eléréséhez változtatni a kereten a téli időszak alatt? Hát azért a téli időszak az mindig nehéz az átigazolás ügyében, ugye itt az MLS is erősebben szabályozza. Természetesen szeretnénk frissíteni a kereten, mindig jót tesz egy öltözőbe a frissítés. Vannak kiszemeltjeink, és bízunk benne, hogy sikeresen befejezni a tárgyalásokat. Úgy tudom, hogy konkretizálódott a téli felkészülési program is. Mikor kezdődik a közös munka, és mi várható ez alatt a bő 7 hét alatt? Ugye december 6-án befejezzük a szezont, utána a játékosok kapnak egy 3 hetes pihenést. A 0. héten, úgymond január elején elkezdenek egy házi feladatként futóprogramokat csinálni. Egyébként január 8-i héten kezdjük a felkészülést. Február 5-től edzőtávon nulunk Algyőre. 6 mérkőzés, felkészülési mérkőzés szerepel a programunkban, és bízunk benne, hogy ez a 7 hét ez elég lesz arra, hogy felkészüljünk a sikeres osztályzó megvívására. December 6-án, ahogy mondtad, véget érnek a közös edzések. Hogy telnek majd az ünnepek számodra? Hát nálunk azért nagy a család, a feleségem által, úgyhogy ilyenkor ilyen vándorlás folyik, de mindegyikünk Komáromban lakik, és 24-25-26 azért családi kötelékben, jó hangulatban, finom ételekkel, finom italokkal, hogy így szokás, és persze figyelni kell azért a kilóinkra is, de bízunk benne, hogy ki tudjuk magunkat pihenni az ünnepek alatt, és sikeresen tudunk visszatérni január elején. Mit kívánsz szurkolóinknak és az érdeklődőknek az ünnepek alatt? Nagyon köszönjük azt a fáradozást, amit értünk tettek az elmúlt 17 bajnoki mérkőzés során és a 3 kupa mérkőzés során. Nagyon örültünk neki, amikor Hódmezővásárhelyen megjelent a B közép. Ez nekünk nagyon sokat jelentett, és talán a 96. percben szerzett győztes gólunk ennek is köszönhető. Mi azt szeretnénk kérni, hogyha lehetőségük van, minél többen jöjjenek ki, és természetesen a köszönet mellett nagyon kellemes ünnepeket, és nagyon sikerekben, egészségben boldog új évet kívánunk.